Sziasztok, Ádám vagyok, a képen pedig a Prestigio Multipad 7.0 Prime tabletet láthatjátok, amely ugye a gyártó legolcsóbb tabletje, 7-szoros kijelzővel. De először magát akkor a kijelzőt nézzük meg, ami ugye TN paneles, ebből adódóan, hát alulról többek között látható, hogy nem túl jó a betekintési szöge. Oldalról már sokkal barátibb, itt nincs úgy probléma a kijelzővel, viszont felülről is határeset igazából nem a legjobb, de még éppen elfogadható. Oldalról pedig megint olyan, mint a bal szélről nézve. Ha van szentből tekintve elfogadható, látható, hogy viszonylag még használható is tud maradni. Nyilván a tableten gyárilag Android 4.0 Ice Cream Sandwich operációs rendszer van. Ez látható itt. Már a fő oldalra ki van rakva több ikon is, illetve visben egy képnézegető többek között. Hogy megnézzük gyorsan a rendszert, a kijelző bal alsó sarkában vannak a menügombjaink, van egy visszagombunk, ami mindig egyen lép majd vissza, van egy kis házikunk, ami erre a fő oldalra fog lépni, ugye bárhova is lépünk, illetve van egy alkalmazás váltónk, ahol pillanatnyilag nincs semmi még. Jobb sarokban van egy óránk, erre ha rábükünk, akkor már láthatjuk a dátumot és hova csatlakozunk, hogy áll az akkumulátorunk. És ha még egyszer rábükünk, akkor több beállítási lehetőségünk is van. Többek közt a fényerőt állíthatjuk, aminek itt látható az, hogy milyen mértékben állítható. Kapcsolhatjuk az értesítéseket, ha automatikus elforgatást kikapcsolhatjuk, hiszen ugye ha elfordítom a kijelzőt, akkor elfordul a rendszer is rajta pillanatnyilag. A repülőgép üzemmódba kapcsolhatunk, illetve hát belemehetünk közvetlenül a beállításokba. És itt láthatjuk egyébként tényleg azt, hogy 4.03 van rajta. Reméljük a későbbiekben esetleg olyan frissítés érkezik. Bal felső sarokban van egy kis Google logónk, erre rábökünk, akkor már meg is jelenik a Google kereső, amihez felugrik a billentyűzet is. A billentyűzet egy hagyományos androidos megoldás, semmi extra funkció nem található benne. Talán egyetlen hasznos, illetve két hasznos dolog van. Az egyik a tab váltó, amivel ugye a következő tabra tudunk váltani, illetve van egy kis smiley gombunk, ami úgymond egy smiley-t gyorsan beüthet, ez esetleg üzenetváltásoknál lehet hasznos. Jobb felső sarokban van a menügombunk, ezzel tudunk belépni ugye itt a menübe. Itt látható az Ice Cream Sandwich-ben megjelenő olyan 3D-s menü, amikor is az előző oldalra hátulra ráugrik úgymond az új oldal. És itt vannak maguk a widgetek is, külön-fülön, ahová tudunk lapozni. Számos alkalmazás van előre telepítve már a Prestigion, ezeknek egy részét nézzük csak meg. Van ugyebár az aktualitások, ami egy, most pillanatban nem tudom megmutatni, nincs még Google fiók, ami egy hírolvasó van, van Angry Birds-ünk, van egy Blue alkalmazásunk, ami hát látható az, hogy a orosz nyelven jelenik meg. Mondjuk itt van egy kis választási lehetőségünk, tehát akár angolra is átválthatunk, amivel nem biztos, hogy sokkal előrébb vagyunk. Ezt majd a későbbi évben megnézzük még, hogy mit is tud ez a Blue alkalmazás. Van egy böngészünk, ami a hagyományos Ice Cream Sandwich-ben megjelent böngésző, hasonlít a Chrome-hoz. Jobb felső sarokban tudunk további beállításokat eszközölni, nyithatunk új lapot, akár új inkognitó lapot, és megoszthatjuk az oldalt, kérhetünk azt a weboldalt, tehát mondjuk, hogy ne a mobil verzió jelenjen meg. Megnyitjuk a weboldalunkat, megnézzük, milyen tempóban tölt be Wi-Fi mellett. Ugye maga a Wi-Fi az látható, hogy egészen stabil, gyors, ennek megfelelően tölt be igazából az oldal is kellő sebességgel. Ugye hát itt az oldalunkon scrollozni, illetve nagyítani nem tudunk két ujjal, de egyébként erre képes maga a tablet. Elfordítjuk a kijelzőt, akkor rögtön elfordul a tartalom is. És
ugye egészen használható módon gyorsan megnyitja a tartalmakat a böngészőnk, és már olvasható, és ahhoz képest egy kicsi a böngésző, szerintem a betűk méretével nincs különösebb probléma, még így álló módban is abszolút jól olvasható tartalmat kapunk. Vissza a menübe, van egy valutaváltónk, ahol többek között visszamenőleg láthatjuk az árfolyamot, és ugye beállítva attól függően, hogy milyen időintervallumot szeretnénk nézni, illetve milyen valutát váltunk. Van egy reader alkalmazásunk, ami hibára fut első körbe, hát ez mondhatni probléma, nem nagyon áll a helyzet magaslatán eddig a presztízió. Van egy fájkezelőnk, itt a rendszer fájlait találjuk, ugye elérhetjük akár a könyveinket, amelyek elő vannak telepítve, látható magyar könyvek is vannak. Flash playerünk van előre telepítve, van egy Freenote alkalmazásunk, amivel akár kézírást is tudunk használni. Nem sok sikerrel. De itt látható nagyjából, amit kézzel írtunk, hát az ország, aki szebben ír, az használhatja majd inkább ezt az alkalmazást. Van egy frissítések ellenőrzése gombunk, ami alapból egészen jól működik, attól eltekintve, hogy valószínűleg spanyol nyelven működik a program, de reméljük, hogy ennek ellenére majd a későbbiekben ilyen lesz, hogyha elérhető frissítésünk van. Hát valószínűleg most azt írja, hogy nincs frissítésünk, feltételezem. Van egy HiQ MP3 readerünk, itt ugye a mikrofon segítségével tudunk MP3-ban felvenni hangot. Itt látható ennek a felülete. Van Instagramunk előre telepítve, az előlapi kamerához tartozik egy alkalmazásunk, ami mondjuk kicsit megcsúszva lassan dolgozik, de használható. Itt a beállításoknál látszik, hogy csak végé a felvételre képes, ugye nem egy nagy kamera, de Skype-ra elegendő lehet. Van egy Office Suite alkalmazásunk. Ezt is megnyitjuk. Itt ugye már új dokumentumot is tudunk akár létrehozni. Itt látható. És ezeket ugye bizonyos fokig még szerkeszteni is tudjuk. Ugye beállíthatunk különböző opciókat, egészen használható végül is alap dolgokra, és akár cloud tárhelyünkről is elérhetjük például Google Drive-ról az alkalmazásokat. Van egy Prestigio telepítő alkalmazásunk. Itt azokat a programokat találhatjuk meg, amelyeket ugye már feltelepítettünk bekapcsoláskor, viszont ellenőrizhetjük a frissítéseiket. Van SugarSync Cloud alkalmazásunk, ami ugye, hogyha regisztrálunk, 5 GB tárhelyet fog nekünk adni. Van Twitterünk előre telepítve, hát egy régi módi zenelejátszót is kapunk, amit egy picit meg lehetne már azért újítani. Itt látható a felülete, de azt kell, hogy mondjam, hogy ez az egyetlen egy hangszóró nem túlizmos, tehát annyira nem hangos. Talán headsettel több sikerünk lesz majd a későbbiekben. Van Twitterünk, YouTube-unk, illetve hát Skype-unk is előre telepítve, így akár ezt is tudjuk használni. Természetesen alkalmazásokat, továbbiakat tudunk letölteni, hiszen van Google Play áruházunk, amihez csak egy Google felhasználói fiók kell majd, és ezt hozzáadjuk, utána használható lesz, és tölthetünk le különböző játékokat, programokat. Ádám voltam, ez pedig itt a Prestigio Multipad 7.0 Prime Android bemutatója volt. Kövessetek minket továbbra is, sziasztok!